Az idei szexárdi majálist már nem a megszokott területen, tehát a Prometheus Parkban szervezik, hiszen annak felújítási munkálatai még nem fejeződtek be. Ennek okán a Tudásközpont melletti zöld területen rendezik majd be a Vidámparkot és a színpadot. Örömmel jelentjük Szekszárd lakosságának és a hozzánk látogató vendégeknek, hogy indul a szabadtéri fesztivál szezon, mivel is indulhatna másképp, mint egy kiváló május 1-ével, amely idén újra egy retro majális hangulatát hozza vissza a városban. Hosszú évek alatt kitapasztaltuk, hogy nagyon szeretik ezt a fajta együttlétet a városiak, amely kicsit megidézi a korábbi évtizedekben megszokott közösségi együttlétet, és hát ehhez méltó, ehhez kapcsolódó programokat is szervezünk egész nap. Az elmaradhatatlan sör-virsli kombináción, arcfestésen és Vidámparkon túl meg annyi színes és érdekes programmal készülnek. Ezen a napon egy közösségi főzéssel, piknik címet viselő közösségi főzéssel is készültünk. Meghirdettük a városban lakó baráti társaságok, egyesületek és olyan csapatok körében, akik örömmel töltenek el egy napot egy finom étel mellett. Nagyon sokan jelentkeztek, úgyhogy azt gondolom, aki a finom illatokat érezve ide ki érkezik majd a területre, az láthat egy nagyon szép közösségi összetartást is. Délelőtt sok partnerünkkel együtt zajlanak majd a műsorok, felhívnám a figyelmet a Kutyamustrára, évek óta tartó kiváló program, amely egyben egy jótékonysági akció is, hiszen az itt befolyt nevezési díjból a szekszárdi kutyamenhelyt támogatjuk évek óta. Hobbi és keverék kutyák érkeznek ilyenkor a gazdiukkal együtt. A retro autó kiállítást is minden évben nagy figyelem övezi, délután 2-kor indulnak el az oldtimer autók majd a Tudásközponttal szemben lévő parkolóból, és hát este talán a sztárvendégekre hívnám fel még a figyelmet, érkezik a 90-es évek egyik kultikus zenekar, a Bettiláv, 8 órától, majd 8:30-tól pedig a mindenki által szeretett és ismert Apostol együttes. Mindezeken túl természetesen látható lesz a Tücsök zenés színpad, kungfu bemutató, fellépnek a legkülönfélébb táncegyüttesek, továbbá lehetőség lesz kézműves foglalkozások kipróbálására, valamint a kirakadó vásár is elérhető lesz. Részletes program a Kulturális Központ honlapján érhető el.